elvárnád, hogy ilyen időben kimenjek, aztán szedjek neked mindenféle szart? Mi az, hogy strike? Be kéne jönni a munkahelyre esőbe. Na, sikerült megváltoztatni a becenevedet? Ja, de a Mighty-t még mindig nem engedi, csak így, ilyen magyarosan. Na, akkor... most fát kell? Ja, igen. Hát, igen, először is kipusztítjuk a... Tehát, hogy először ki kell pusztítanunk az őshonos bioszférát, hogy utána elkezdhessük pusztítani a légkört, vagy valamit, nem tudom. Tehát ez mindenki az első lépés. Úgy csinálom, ahogy a Bence szereti. Itt vannak ilyen baszom nagy hegyek, ezeket lehet meg kéne koslatni így nyersanyagok tekintetéből, mint hogy itt elkezdjük csapkodni a füvet, lehet előnyösebb. Csapkodni a füvet? Na, hát akkor is rá szükség. Akkor csinálj még egy csészet. Laci, nézzél már föl. Pillanat, kraftolok. Hol vagy? Egyenesen, ahogy... Ember! Hello! De hogy? Ne! Nézek, hogy én vágtam körbe a fát. Látod, te beteg állat! Faszolok, ura! De egyébként mondjuk nem tudok beszólni, ez egy jó megoldás arra, hogy le tud pucolni az egészet. Na jó. És ne hagyj itt nekem ilyen avatáros levegő fákat, meg minden faszomat. Akkor én utasítást várok. Mi baj van vele, ha? Zavar. Bántja a szép érzékemet. Javaslom. Szóval... Mikor szólni? Nem meghalni, csak hogy arrafele orientálódni. Na várjál, merre van? Aha, arra, jó. Arra. Hát ha vannak kis meleg, nagymatag kis zigek, zugok, ahol meg tudjuk magunkat húzni, összebújunk a hideg hegycsúcsokon, ne fagyjunk meg. Tudod, ilyen jó. Szokásos. Jó van, szívem. Először van velünk, már is buzulva. Gyors volt. Ez nem buzis, ezt a Bear Grylls tanította, csak ő magával bújt össze, vagy nem tudom. Szegeződjünk nyugodtan. Befejezem azt a fát, aztán mehetünk. Mi már eljöttünk erre felé. Én csak követem a Bencét. De jók vagytok. Hát mondtam, hogy menj, mindjárt beesteledik aztán, ezért. Nehogy... Most elindulunk befelé. Dögök. Itt tehén is van fölöttünk, szóval lehet steaket enni. Nem tudom ki, hogy szereti. Oké. Okay. Én úgy, hogy you were my brother, Anakin. Oké. És amúgy merre mentetek föl? Várjál, egyelőre nem a hegyen vagyunk, hanem itt előtte egy ilyen barlangba. Igen. Mindjárt egy magas pontra megyek, és akkor... Látlak téged. Többit nem. Hát ez csodás. Ezért jó, nem kell többeket ott hagyni. Igen, jó kilátások egyébként így hosszú távon. Igen, ez a legéletképesebb. Na várjál, arra vannak a hegyek, akkor ők... Várjál, csak engem most itt hagytál egyedül egy sötét barlangban? Nem, téged még látlak. De itt hagytál egy sötét barlangban. Én meg itt megfogyatkozok. Ez porhó, de jó. De miért ment? De mit kerestek hónál? Hát még el sem mentünk a hegyen. De nem menjetek még, nem vagyunk a hegynél. Itt alatta van egy barlangrendszer, és ott akarjuk meghúzni magunkat. Azt a kurva! Hát de baszd meg, itt vagyunk a hegy lábánál, mi is? Hát, na várjál. Milyen barlangról beszéltek, baszd meg! De életképes csapat vagyunk, azt már látom. Nem tudom, mi a faszért hagytatok ott minket. Hát én csak követtem a Bencét! Mondtam, hogy induljon, mert beesteredik. Na jó, a Bencét látom. Hát ez nem túl biztató, ugye? Ez még úgy nem nagy, elég. Nagyszerű, hogy a Bencét látod. De várjál, hát mindjárt titeket is látni fogok. So that was a fucking lie. Meg hova kell mennünk? Itt van lenn az a... Aha, bazd meg aranypáncélos sotra, ez megy le! Au. Oh. Vissza tudtok találni a kurva spawn ponthoz? A spawn ponthoz? Hát figyelj, oda visszadob, ha meghalunk, nem? Az első éjszakát külön ágyban töltjük ezt. Akkor egy szíves, másszál ide vissza. Mész a picsába, én most hús sütök a barlangomban. Leszvarom, gyere vissza, gyere értünk, bazd meg, utána tud sütni. De nem, mert meg fogok halni, hogyha nem eszek.
De fontos az egyenletes elosztás, nem? Vagy... Akkor mondjuk indulj el, mondjuk most. Dani, akkor figyelzatok. Közben ne pánikoljunk, szere, itt van egy pár kő, csináljunk valami kőfelszerelést. Nappal lesz, akkor ott találkozunk a hegynél. Oh, mi a szar? Ja? Ne ütőjövesse, már csak három szívem van. De Laci, nincsen, hogy majd ha nappal lesz, bazd meg. Ja, értem. Addig mi megdöglünk a gecibe. Nem áldoztunk embert, tehát nem kell felemad. Creeper, takarodj, hol a fám? Egyébként Laci, figyelj. Itt egy kőbalta, egyébként okay. Nagyobbat tudsz vele verni, mint a karddal, csak javaslom. Lassabban üt, de nagyobbat. Aha, jó. És ha mondjuk eljönnétek értünk? Figyelj, tudod, mostában sok a dolog. De majd megbeszélhetünk egy tali. Bence, veszélyben vagyok, nem érdekel, család mellett erre nincs idő. Van 2,5 életem, 3 van hús a kajánnak. Itt egy creeper. Beneenged. Jó, mindjárt. Jól látom, Dani beásta magát. Végül is nem engedtem be. Laci mellett levette a creepert. Végül is nem engedtem be. Igen, mindegyik közel van, mondom. Jaj, de, ahol megöltek. Volt nálad bármi értékes? Ja. 500 forint. Aha, jó, megtaláltam a srácokat, nagyszerű! Ja. A rohadék ellopta a követet. Mindjárt visszaszerzem. Marcio, de úristen! Csak mász fel! Én egyőre el vagyok a fa tetején. Megy fel egy creeper felén, úristen! Micsoda? Megy feléd fel egy creeper, vigyázz! Mi? Visszatértem, elnézést, csak közben megérték. Na, megtaláltalak titeket, Dani. Igen? Én mindjárt megtalálok titeket. Azt lesz, nem ulas. Laci mellett adott az Enderman meg még egy két creeper. Jó, nyugalom. Ó, itt egy Enderman. Jó napot kívánok, uram. Nem érdekel karóra. Nem érdekel AirPods. Köszönöm. Szia, Laci. Szia, hozod ide? Jó, agyonvertem egy kisgyereket, mondjuk tény, hogy már halott volt, de azért... A rohadt! De miért itt robbantott fel ember? Hát baszolj meg! A faszért nem jöttél értünk korábban, akkor nem lehet, hogy creeper a probléma, bazd meg. De éjjel hogy mentem volna utánatok? Tök életképtelen vagyok ebben a játékban. De... Mi van? Nálad van? Nincs. Ja. Nálam sincs. A Dani nyelibe. Dani! A Dani az mindent. A kaját, a kibaszott ládámat, mindent megkapja. Dani, azt hiszem, hogy kicsit nagy a gravitációs tered. Bra. Nem baj, kraftolok még egyet. Na jó, oké. Tudok, a kajálok. Na, oh. És mindenki. Nem hiszem. Nem csak azért is. Értem én, hogy csorda szellem, de ennyire. Na jó. Akkor mi a terv? Akkor innen ki, mert ez így nem vezet sehova. Gyerekek, már nincs vas hiányom. Ezt elértem. Most már csak humort kell szerezned. Szóval Laci, az a terved, hogy azért ma így eljussunk addig, hogy valami farmunk legyen? Ez volt a terv. Én nem akarok közbe avatkozni, meg így letörni a kedvet, csak így... Lehet, hogy az igények nem a realitás talaján mozgódnak. Itt van egy csomó szén. Hozzád ki? Azt csinálom. Ki az, aki ide jön mellé szeled bányászni, Marci, te vagy az? Hello. Csak mert elhagytál egy-kettőt így a hátad mögött. Ja nem, azokat szándékomban áll, de akkor mindegy. Mi az a csöves gyülekezet? Adjatok már magatokra, bász meg. Így. Várjál, nem tudom, ki tette ide a falat. Egy. Egy ajtót raksz? Ne. Oda néz.
Srácok, van itt bent három hús, abból én egyet kinyúlok, ha nem gond. Nálam meg van egy izé. Akinél van fa, azt csináljon már egy chester. Nem nincs semmi fa. Mindjárt várjál, az ajasz, hogy van? Crafting table és... Kész. Mindenhova raksz egy deszkát a középsőn kívül. Ott van, jó van. Ott van. Egyet én kész is csináltam. Most azon én használni fogom a kemencét. Ott egy nagyon. Akkor bányászok egy kicsit. 5 hours later. Neked sem kedves börtönök, engedj ki hát a hűvösből. Approximately 10 hours later. Szén! Szén! Úristen, szén! Marci! Már nagyobb gyémántja, vagy mi? De várjál, és már hallottam, hogy valami már morgott is. Mi a fasz történt? Na felállt a faszod. Marci, te mit művelsz? Kimentem az ajtón, becsuktam, mentem két lépés, és valami berobbant. Ez a játék nem alapból is a kommunizmusról szól? Nem, nem, hogyha belegondolsz, ez a játék egyébként maga a kapitalizmus. Mármint annak a hazugsága. Tehát amit a kapitalizmus hazad, az a Minecraftban a valósága. Arra épül, hogy minél összetettebb farmokkal, minél kizsákmányolóbban szedjél ki, minél több nyersanyagot, minél kevesebb energia befektetéssel, és végül is a legtöbb nyersanyagot meg tudod oldani, hogy végtelen legyen. Tehát amit a kapitalizmus hazud, azt ez a játék valósággá teszi. És el is törlődik. Laci már itt van mögöttem, már hozta a csákányt. Csináltam pár cuccot, de fenn vannak a ládába. Mert pont akartam mondani egyébként, hogy az én csákányom is el fog törni. Akkor hozok, tört. Hozok még. László elvtárs úr, jelentem, a munkaeszközöm tönkrement, ezáltal nem tudom befejezni a műszakot. Jelentem a Marcinak, hogy bomlasztó elemet találtam a munkám során, nem akar dolgozni, kifogásokat keres. Néha-néha Daniel elvtársal cserélgetjük a járatainkat. De semmi buzulás. Jön az egész család. A kibaszott Minotaurus labirintusa, bazd meg. Szegény. Bebaszott a villám. Bebaszott. Ő, megyén. Hát te hülye. Hát nagyon esik. Kétszer ugyanoda? Kétszer ugyanoda? Szerintem igen. Itt egy csontig. Nem jó. csak elbírsz vele, nem? Van valakinél kaja, mert egy HP-n vagyok. Menjünk fel gyorsan, szerintem, nem maradj itt. Zombi! Nem. Jövök. Oh. Szerintem találtunk egy szörny spawn helyet, baszki. Ezek így jönnek le a vízzel. Igen. Mondd Bence, hogy hozták a ját. Kint sötét van és esik az eső. Itt meg hullik a hó, szóval nem. Én sztrájkolok. Azt kell, hogy nem bánszunk jól. Elvárnád, hogy ilyen időben kimenjek, aztán szedjek neked mindenféle szart. Mi az, hogy sztrájk? Be kéne jönni a munkahelyre esőbe. Ezek teljesen jogos aggályok. Esőbe? Menjek is a HR-re. Mit akarsz? Várjál már, most kimentél? Igen, kimentem. Meg fogok ölni kibaszott bárányokat. Jó, visszajövök inkább. Nézzétek meg a DC-t. Mit jelenti? Ó. Gyere Laci, ide le. Innen faszán látni. Ide le a pannol alá. Kurva, de szép. Van valakinél vas esetleg amúgy? Nincs. Elnézést, hogy mi? Vas. Nincs. Már nem sikerült kiszednem, mert sok volt a külföldi. Csak mondom egyébként, hogy azok a növények, amik lógnak le hosszú indákon, és világító sárga bogyók vannak rajta, amúgy az ehető. Na, fasza. On nem érem el! Én azt hiszem, fel fogom dobni a papucsot.
Nem tuti, de valószínű. Laci, egy hős vagy. Kettő. Hát, másfél, azt mondta, mondod. Azt mondta Bence, hogy ezek ehetőek, ezek a vigyázz, sárgák. Vigyázz, vigyázz, vigyázz! Vigyázz, Laci! Laci, vigyázz! Megötted! Úristen, úristen! Menekülj, Laci, menekülj! Itt pont nem tud téged meglőni, mert hülye. Aha. Ó, de hát ez is sikerül neki néha. Au. Segítség! Azt a kurva. Srácok, hol vagy? Nem tudom, de én elfutottam, ahogy szoktam. Ja, látlak, Laci, itt vagy-e? Hát igen, ne menj arra, szerintem. Jó. Akkor szedem a szenet. Aztán kéne csinálni a ágyakat. Marci? Mondjad. Elárasztottad a lejáratot. Mi? Te hülye állat. Sikerült felszedni a tukcomat? Hát, ja, a nagy részét. Viszonylag nagy részét. Hát... Ja, ja, jó. Igazából a láncsisokon kívül nagyon nem kell semmi. Ah, itt találtam vetőmagot viszont. Vetőmagot? Azt majd kérjük. Itt én itt fel tudok úszni? A farmer mezőgazdasági blokk nevében lefoglalnánk a vetőmagot. A mezőgazdasági hivatal nevében. Igen. Mentem az RT-be, gyűjtögetek nektek édesbogyót. Mit szóltok hozzá? Szeretnétek édesbogyót enni?